Ez itt a Future Talks podcast, ahol a jövőről beszélgetünk természetesen a jelenre és a múltra vetítve. Javaslom, hogy iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hiszen akkor mindig értesítést kapnak arról, hogy milyen tartalommal találkozhatnak. Most pedig protokollról és mindenféle olyan dolgokról fogunk beszélgetni Görög Ibolya protokoll szakértővel, ami a hétköznapjainkat is befolyásolja, de kihat magánéletünkre, szakmai életünkre, meg egyáltalán arra, hogy jól érezzük-e magunkat. Örülök, hogy itt vagy nálunk. Én is köszönöm a meghívást. Képzeld el, úgy készültem erre a beszélgetésre, hogy Jézuson vegyek föl harisnyát, hogy legyen a cipőm, a ruhám, a frizurám, a sminkem. Érzed azt, hogy amikor találkoznak veled emberek, akkor van bennük egyfajta szorongás? Az idegenek igen. Idegenek igen, vagy ha mit tudom én, szerveznek egy programot, akkor a szervező. Tehát szoktak izgulni, de aztán egy-két perc alatt rájönnek, hogy én is emberből vagyok, tehát nem olyan nagyon nagy dolog. Vagy ha társaságban megyünk barátok közé, és akkor van valaki új, akkor leeszem magam. Vagy szóval valami olyasmit csinálok, vagy rágyújtok, és akkor látja, hogy én tényleg emberből vagyok. Nem, persze, hogy nézem milyen szempontból az embereket, hogy hát a szakmai ártalom, de nem ítélek. Nem ítélek. Meg tud állni? Hát persze. Akkor, hogyha valaki igényli, akkor azt igen. Vagy ha mit a előadásomon ott ül, és akkor egy egész nap, és akkor utána azt a szünetben mondom neki, hogy ezt vagy azt megcsinált, akkor persze igen. Vagy rászólok, hogy már megint rágózik. Tehát én azért úgy nevelek, de a magam módján. De úgy egyébként meg nem vagyok egy ilyen nagyon Makarenko. Úgy fogalmaztál, hogy nevelek. Könnyebb most nevelni, vagy régen könnyebb volt? Ez nehéz dolog, mert nevelni, mióta emberiség van, nevelik a felnövekvőket. Persze, és a szülőnek kötelessége. Tehát a szülő nem az, hogy hát akkor hiperaktív szakember, hanem a szülőnek dolga az, hogy nevelje azt a gyereket. És nem azért, hogy neki könnyebb legyen az élete, hanem amikor a gyerek bekerül az életbe, egyszerűbb dolga legyen, mert együttélési szabályok mindenütt vannak. Persze kultúránként, koronként változik, hogy hogy élünk együtt, de aki azt nem tartja, azt kiközösítik. Tehát a siker titka az, hogy tudjak beépülni egy olyan társadalomba, amelyik majd engem kiemel, ha én vagyok valaki. Na most nevelni egyébként egyre nehezebb, mert most ugye mi a divat most, az emberi szabadság, meg hogy teljesedjen ki, meg bontakozzon ki, és azért bontakozik, mint egy bolond gomba, és nem tudja, hogy köszönni kell, amikor belép valahova. Tehát, képzeld, de ez olyan érdekes az a köszönés. Nekem ez a mániám, hogyha én belépek egy liftbe, köszönök. Ha persze. Szembe jön velem valaki a folyosón, köszönök. Ha az erdőben futok, és valaki szembe jön, köszönök, de ezzel nagyjából egyedül vagyok, tehát ez egy dolog, hogy valaki megköszönök, valahogy még vissza se köszönnek, és néznek rám, hogy ez normális, tehát, hogy... Nem szabad feladni. Nem szabad feladni, egyszerűen köszönni kell. Legfeljebb rámosolyogok, vagy ismerkedjünk már, meg már 20-szor köszöntem magának, engem Görög Ibolyának hívnak. Tehát valahogy rá kell az embereket nevelni, egyébként pedig sajnos általánosítunk. Az ember ugye, ha lát 10-et, és abból 9 jó, egy rossz, akkor azt mondjuk, hogy ezek. Én például Kőbányán lakom, hát nem a Rózsadom, és gyerekenként járok le olyan 5:30 körül gyalogolni. És akkor vannak a kutyások. Nem tudom, hogy melyik házban van, de a kutyával már jobban vagyok, és akkor egymásra mosolygunk, köszönünk. Én még egy férfinek is előre köszönök olyankor, aztán már legközelebb majd ő köszön. Tehát rá kell nevelni őket, és ez azért, a köszönés azért fontos, mert ezt mindenki igényli. Aki nem köszön, az is igényli. Tehát egy diplomás gyerek elmegy dolgozni élet első munkahelyére, belép, hogy ki ez? De tisztességesen köszön, megmondom, akkor egyből befogadják, mert milyen szépen köszönt. Érdekes ez a köszönés, ugyanebben a podcastban Stegelbert Krisztiánnal beszélgettünk arról, hogy vajon miért van az, hogy a fiataloknál már nem annyira divat az, hogy köszönjenek. És ő azt mondta, hogy nagyon érdekes dolog, hogy ezek a csetelések, ezek tulajdonképpen egy vége láthatatlan beszélgetést jelentenek, és azért nincs igényük arra, hogy azt mondják, hogy szia, mert majd ugyanott folytatják 2-3 nap múlva, ahol abba hagyták. Sajnos ennek a mostani borzasztóan viharosan fölgyorsult műszaki világnak van egy ilyen átka, hogy a kommunikáció kopik. Például ott besélik nekem, hogyha valakivel rendszeresen csetel, és találkoznak életbe, akkor már nem tud tovább beszélgetni vele, mert már mindent leírtunk. Tehát én például, hogyha egy e-mail is be, hiába oda-vissza e-mailezünk, már aznap 6-szor, akkor is szia, még azt nem mondtam, hogy. Tehát valahogy be kezdeni kell. És a másik, ami miatt a fiatalok nehezen köszönnek, ez, hogy most akkor jó napot, vagy szia, vagy akkor mit mondjak, és inkább semmit. Tehát a tegezés, magázás kérdésével nagyon nincsenek tisztában, meg nem is nagyon érdekli őket, mondjuk ez a másik. Hát itt amikor a fiatalok közé megyek, itt át kell törni egy falat, szóval, hogy azért a magáz, mondom, engem letegezne, hát nem, hát mondom, valahol innen indul a dolog.
meg ez a hello. Hát ez a hello, ez tulajdonképpen ez nem egy magyar szó. Ahogy szoktam mondani, hogy azt mondhatná, hogy Zeller. Tehát teljesen mindegy. A hello az egy eleve tegezős üzemmód is. És a tegezéssel mondom, én szerintem ez egy olyan dolog, amit én még konzervatívan tartom, hogy a magázás szól mindenkinek, de ezen lehet, hogy majd, ha sokáig élek, ezen kénytelen leszek változtatni, mert ma már mindenkit tegez. Csak én azt nem értem, hogy nekem azt mondják, hogy a honlapukat nézel meg, és az tegezve van írva, akkor becsukom, mert az nem nekem szól. Tehát ezt én még másképp érzem, ez feltehetően a fiatalok már más át fognak alakulni, bár ha mondjuk bemegy egy bankba, és ott az ügyintéző téged letegez, akkor azt mondod, hogy hát akkor a pénzemmel is ilyen laza lehet. Tehát nem biztos, hogy mindig jó, de törekedni kell, hogy legalább tanulja meg, hogy kell a magázódást csinálni. De nagyon érdekes, mert ugye mondod, hogy ha valakinek a honlapja tegeződős formában van, akkor becsukod, de például ott a Facebook, amit mindenki használ, igen, és ahol mindenki tegez, mindenkit. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy ott mégiscsak ez dívik. Más kérdés, hogy a fiatalokról azt hallom, hogy most már kezdenek leszokni a Facebookról, mert túl sok ott az öreg, de hogy valahogy, mintha ez szivárogna át a köztudatban. Nekem 16 éves a kislányom, egyébként eszembe nem jut, hogy a barátai engem ne tegezzenek, de valahogy nekik se jut eszük be, hogy ne rögtön azt mondják, hogy szia, amikor először találkozunk, mondjuk. Mondom, ez változni fog feltehetően, tehát ez én csak a konzervatív véleményemet tudom mondani. A Facebooknál, meg ugye Instagram egyébként azért van a tegezős üzemmód, az angol jó az a te. Hát mondjuk ez téves, mert az angol csak a jó Isten tegezi, de ez maradt meg. Na most a Facebookon például én nagy Facebookozó vagyok, a nőkkel automatikusan tegeződöm, de a férfiaknál eszembe nem jut. Ha csak nem ismerem 100 éve, de egyébként a férfiakkal meg magázódom. És ők is magázva írnak nekem. Tehát valószínű, hogy öregek használják, és emiatt tartják be ezt a konvenciókat, de a tegezésnél mondjuk ott azt a nő kezdheti el. Tehát, de emiatt változik, és emiatt lazul. Mondom, a fiataloknál meg különösen. Csak mindig elmondom egyetemistáimnak, és elmondom, hogy oké, tegeződnek, de ha belép egy munkahelyre, és ott jön vele szembe, mit tudom én, külföldi főigazgató ezüst hajjal, meg minden, és azt mondja neki, hogy szia, az lehet, hogy ott elájul. Tehát lehet, hogy nem mindig jó. Azt ugye mondtad, hogy nevelsz a beszélgetésünk elején, és most szóba hoztad, hogy te nagy Facebookos vagy, és én szoktam is nézni a posztjaid, és tulajdonképpen a posztjaidban is nevelsz, tehát mutatsz egy viselkedés mintát, hogy hogyan lehet azért a megszokott, kicsit konzervatívabb viselkedést behozni akár a virtuális térben, meg egyébként hogyan lehet egymással kommunikálni, mennyire fogékonyak erre az emberek? Nagyon. Valószínű, hogy azért, mert én ezt mindig, soha nem szigorúan, hanem inkább humoron keresztül adom át, és nekem az alapelvem az, és bármilyen szinten tartok előadást, vagy bármilyenkivel kommunikálok, az első az, hogy pozitívan kell hozzáállni, mert az, hogy fáj a fejem, az a kutyát nem érdekli. Tehát azzal nem tudok nyerni. Azzal tudok nyerni, hogyha rámosolgok és barátságos vagyok. Azzal, hogy engem dajkáljanak, akkor mindenki elmenekül onnan messziről. Tehát a pozitív hozzáállás. És én úgy érzem, hogy előadásaimban is, meg hát ugye a Facebookon is, meg ezt próbálom átadni, hogy nem érdemes a félig üres poharat reklámozni, hanem a félig telibe kell élni, mert akkor tudok kommunikálni a másikat. Tehát az tud viselkedni, aki pozitívan áll az élethez hozzá. Hogy könnyű neked, miért lenne könnyű? Elmondanám, hogy nekem mi minden fáj reggel, meg hogy hány kiló vagyok, meg hány éves, akkor rájön ennek, hogy azért nekem is lenne, mint panaszkodni. De nem éri meg. Az, hogy egyre durvább a közhangulat. Most például kinyitom a különböző hírcsatornákat, és akkor csak olvasom, hogy kötöttek bele, hogy viselkednek, hogy vertek meg idegen embereket mások. Ez szerinted a közösségi médiából jön, mert hiszen ott azért elég durva kommentek jönnek, ott azért mindenki bele tud rejtőzködni az álprofiljaiba. Én még abban bízom, hogy a fizikai atrocitások és a fizikai erőszak az azért megmarad olyan szinten, mint ami volt 100 éve, és tehát utcán leütik, mit tudom én, ez mindig is volt ilyen. Persze, hogy nem helyeslem a szó se róla, csak ezzel mondjuk lehet tenni, hogy este 8 után már csak a barátnőmmel megyek, vagy a barátommal megyek, tehát nyilván az ember alkalmazkodik egy közösséghez, vagy egy közeghez, amiben éppen mozog. Tehát más kultúrában nyaralni elmegy, akkor ott menjen neki este, vagy de menjen, az ember ezt tudja. Én inkább a verbális agresszióval vagyok nagyon rosszan, ugyanis a verbalitás oly mértékben kopott, hogy egyszerűen síralom. Tehát ma az emberek nem tudnak úgy szidni, hogy egy vaze ne legyen benne.
meg a buszon és telefonon a 18 éves lány beszélget, és jönnek a vazék itt, tehát kötőszóként. Tehát a magyar nyelvvel egyszerűen megerőszakolják és legyilkolják a magyar nyelvünket. Ezer ige van. Hú, ezt elbuktam, elrontottad? Tehát vissza kell szólni, mert nagyon durvul, és az a szörnyű benne, hogy a fiataloknál is nagyon durvul. Amit én szeretek, meséltek egy középiskolában, hogy a magyar tanárnő azt csinálta, hogy az iskolában, vagy osztályteremben egy ilyen nagy papírra kiraktak ilyen régiet, hogy a macska rúgja meg, meg a csípje, meg a kánya, meg ilyeneket kiírtak, és a gyerekek elkezdték használni. Tehát, hogy lehet ez ellen valamit tenni, de mindenféleképpen a lényeg valamit nem szabad elfogadni. Tehát a csúnya beszéd az a magyar nyelv legyilkolása. Hogyan alakul egyébként például az öltözködési kultúra? Ugye az elején mondtam, hogy egy picit szorongva öltöztem föl ma reggel, hogy mit fog szólni, de hogy azért a munkahelyeken is azt lehet látni, hogy lazul, ugye volt korábban az, hogy pénteken bevezették a farmert, meg hogy nem kell nyakkendő, de most már azért ez általános, tehát nagyon sok munkahelyre akár strandpapucsba, meg shortba mennek az emberek. Ezt te hogy? Nem, hogy? Ezt azt nem azért, de már inkább ne. Itt mindig azt szoktam elmondani az öltözködésnél, hogy mit akarok elmondani magamról. Tehát amikor én megjelennek, akkor én éppen ki vagyok. Megyek a piacra, öregasszony, vagy leülök egy riportra Krizsó Szilvivel. Tehát mit üzenek magamról? És nekem azt kell fölvenni, mert azt hiszik el elsőnek. És az öltözködésnél nem az a lényeg, hogy a legújabb divat legyen, meg mit tudom én mi, hanem az a lényeg, hogy elegáns legyen. Egy farmer, egy ing, és lehet elegáns. Az elegancia az a megjelenés intelligenciája. Az bentről jön kifele. Tehát én mindig elegánsnak, és egy strandpapucs meg egy short, az a tengerparton elegáns, de már mondjuk abban nem menjen be mondjuk egy étterembe, ott se. Tehát a belső igényesség, és ezt nem lehet tanítani. Ez a belső igényesség, ez vagy valakiben, vagy nincs. Itt megint a szülők feladata volna, bár a szülőkön is lehetne azért javítani. És az, hogy a tömegmédia viszont ezt a nagyon olcsót reklámozza, a nagyon olcsót, a tedd ki a mellett, tedd ki a hasad, szőrös legyen a mellett, te vagy a macsó. Tehát ezt a fajta külső képet isteníti. És ahogy kezdtük még, ott még felvétel előtt, hogy a külcsin meg a belbecs, hogy sokszor a külcsin mindent elfedj. És mivel ez tömegesen jön, mert a nézettség, mint ugye Isten, a nézettség miatt ezek az rengeteg külső, olcsó elemek átveszik azt, hogy nem is kell figyelni arra, hogy mi van mögötte. Pedig az emberek figyelnek. Tehát ez egy óriási nagy csapda. Az amit értesz, hogy csapda? Azt értem, hogy azt hiszik, hogy ha már ő úgy néz ki, akkor ő már nyerő. De egy idő után, ez mondjuk egy-két évig megy, de utána ő maga is rájön arra, hogy ez nem minden. És amikor már rájön, akkor vagy túltat tudja tenni magát rajta, vagy kábítós lesz. Hát ugye attól függ. Tehát ez a külső, meg a kis fiatal lányok ezen a TikTokon is, ugye pláne a pandémia alatt nem maradt más külső kapcsolat ugye a világgal. És akkor, hogyha az az influencer ezt terjeszti az influenzát különben, hogy beáll így meg úgy, és akkor az a 14 éves ő is beáll, és ő is lefényképezi magát így meg úgy, és aztán utána, amikor már szégyelni, ezt nem lehet levenni. Meg hogy már van 600 like-ja. Mondom, és azért mennyi almát vettél a piacon. Tehát ez a like gyűjtés, ez a megjelenésnek, ez a legócsítása, így tudom mondani, ez az olcsóvá tétele, ez az, ami nagyon-nagyon rontja a viselkedés kultúránkat. Igen, de mit lehet csinálni, mert bennem folyamatosan az a kérdés kavarok, hogy mit lehet ez ellen tenni, hiszen ha már szóba hoztad az influencer terjesztő influencereket, akkor azt lehet látni nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban, hogy a nulla tartalom az milliós nézettségeket hoz. A milliós nézettségekre hirtelen ráugranak cégek, amelyek azt gondolják, hogy akkor ezt a sok millió embert a különböző termékeikkel itt tudják elérni, és ez igazából folyamatosan gerjeszti önmagát ez a folyamat, és nagyon sokan hisznek abban, hogy akkor ez a boldogulás útja. De hát ezt nem nagyon lehet megállítani. Hát akkor visszamegyünk a nyitószóra, a nevelés szóra, hogy persze, hát ez mindig is, hogy a királyok is, hogy milyen színt hordtak, még mindig is volt egy ilyen, a megjelenésnek az a üzenete, hogy én mit akarok elmondani. És most, hogy ez ennyire olcsóvá vált a világ, és ennyire minden a pénzről szól, ezt általában így gondoljuk, de azért nézd meg, hogy azért
Igenis, a 20 éves fiatalok olvasnak és igényesek, és bemennek egy vitakörre, vagy tehát azért a tudásnak is van ázsiója, tehát az nem létezik, hogy elmúljon. Tehát csak egy, mondjuk kicsit kevesebb, és lehet, hogy aki elmegy, mit tudom meghallgatni, hogy a, mit tudom én, a Nietzsche és a Kierkegaard közti különbség az micsoda egy előadás, és a délután elmegy, este utána elmegy, mit tudom én, mini sortba, szőrös mellel a diszkóba. Belefér. De a tudás iráni igényesének muszáj megmaradni, mert különben felakasztom magam. Ezt meg ne tegyed, mert akkor kevesebben lesznek, akik tudják mondani mantraszerűen, hogy mit és hogy kellene csinálni. Hogy változott, hiszen téged az, hogy protokoll szakértő vagy, azért ismerhetünk, mert hiszen a miniszterelnöki hivatalban te ott voltál, és gyakorlatilag a diplomáciának szerves része voltál a munkádon keresztül. Ez például hogy változott, hiszen a politikusok is nagyon nagyban hatnak arra, hogy mi mit gondolunk a világról, meg hogy élünk benne? Igen, ez a kérdés olyan, hogy ezt úgy kicsit vártam is, meg félek is tőle, mert aki engem ismer, az tudja, hogy én ilyenkor nem politikáról beszélek, hanem jelenségről beszélek. Amikor én még benn voltam, ez 87-től 99-ig, hát az borzasztó régen volt már, akkor még a klasszikus protokoll, a klasszikus diplomácia volt vita nélkül, azt fogadták el vita nélkül, ugyanis azt kell tudni erről, hogy a diplomáciai protokoll, meg egyáltalán az a protokoll arra való, hogy jelzéseiben üzenjen. Tehát, hogy a két nagykövet nem fog egymásra között, akkor a két ország háborús állapotban, de mindenki jelzése van. Hát a protokoll nem öncélú, hanem a protokollnak az a lényege, hogy jelzéseken keresztül mondjon rá dolgokat, és ne legyen háború. Az egész úgy alakult ki, a 30 éves háború, Veszfáliai béke. Az ellenfelek annyira utálták egymást, hogy nem is mentek egy városba se, és akkor oda küldtek képviselőket. Ők az első diplomaták, ők voltak. És akkor ők egy éven keresztül ott, vagy másfél éven keresztül csűrték, csavarták, hogy meg legyen a béke. Diplomácia azóta létezik. A diplomáciának nem az a lényege, hogy odavágjon, meg még kicsit az a nagykövet, de ő már beszóljon, nem erről szól, hanem hogy elsimítsa. És ez, akkor még ez így volt. És aztán én 99-ben kikerültem, ugye elküldtek onnan, és azóta külsőként figyelem, és külsőként szakad meg a szívem, hogy mennyire romlik ez a dolog. De egyébként nem véletlenül, hogy egy miniszterelnök kijelenti 2014-ben, hogy neki a PC, utána lehet nézni, hogy a PC mostantól nem érvényes. És a PC-nek szerves része a protokoll. És ha ő ezt kijelenti, akkor borzasztóan nehéz számon kérni bármelyik miniszterétől is, hogy betartja-e vagy nem. De ha nem tartja be, nemzetközi szinten elítélik, mert egy nemzetközi standardet rúg föl. Tehát a diplomáciának azért örök tudomány, mert végül is egész folyamatában arra megy ki, hogy ne legyen háború. Hát most is ugye az ukrán-orosz háború, hogy mikor lesznek már a tárgyalások. Azokhoz meg diplomaták kellene. Ott nem lehet asztalra csapni. De amit mondasz, abból azért az is következik, hogyha nem érvényes a PC, és az megítéli egy országot, vagy tehát végül is ítéletet mond egy országról nemzetközi szintéren, azért biztos, hogy beszivárog a nemzeti gondolkodásmódba, az emberek gondolkodásába, mentalitásába. Sajnos igen, hogyha ők se, akkor én minek. Tehát, és a másik, ami én még beszivárog, és ezt akartam elmondani, csak elfelejtettem, de jó, hogy emlékeztettél, a megítélés. Ugyanis egy közszereplőnek tudnia kell, hogy őt hogy ítéli meg a népe. És ez nem demagógia, hanem ugye abból él. És itt van egy óriási nagy ellentét, mondjuk a legtöbb közszereplő mellett ilyen Amerikában felnőtt communication szakemberek vannak, és azt tanítják, és ez más, mert Amerikában ugye 201 néhány éve van egyáltalán USA, eleve demokrácia lett. Tehát ott az elnök a bóvó egy az emberek közül. Európaiságban meg nálunk több ezer éve volt, hol egy császár, hol egy király, az európai ember az fel akar nézni a vezetőjére, ő nem egy közülem. Tehát ő neki nem szabad egy a közülem, mint Rákosi, ugye egy Érike Mána tarhonya, mert kiröhögték. Tehát ő neki kicsit engedni kell, hogy ő rá kicsit fölnézzenek. Tehát neki nem szabad az amerikai egy az emberek közül fölvenni, mert az európai, mi másképp ítéljük meg a vezetőinket. Sokkal szigorúbbak vagyunk hozzá. Mert hogyha egy amerikai vezető elmegy egy rendezvényre, és nincs rajta nyakkendő, hát nincs rajta. De ha nekünk, a miniszterelnökünk is nincs rajta nyakkendő, akkor na figyeld ma, apa, megint nincs rajta nyakkendő. Egyből számon kérik. Igen, de azért az biztos, hogy ha már szóba hozod az amerikai kommunikációs szakembereket, azért Patika mérlegen az biztos, hogy ki van mérve, hogy mi az, amire adott esetben vevők az emberek. És hogyha én valakire fölnézek,
az egy nagyon jó dolog, de az bizonyos távolságot is feltételez, hiszen fölnézek rá. Ha én azt akarom, hogy közelebb hozzam és jobban tudjak hatni rájuk, akkor valószínűleg azt kell erőltetni, hogy olyan vagyok, mint ti, azt eszem, amit ti, úgy öltözködöm, ahogy ti, úgy beszélek, ahogy ti, és oda járok nyaralni. Szerintem ez Amerikában, de Magyarország vagy Európában ez nem. Az európai ember az akkor hiszem el neki, ha van mitől elhinnem. Hát egyetemben, aki kínál előadni, az az Isten a tudást adja. Egy vezető nekem igen, és ő mondja meg nekem, hogy most jobbra vagy balra, vagy mit csináljak. Tehát ezt várjuk el, mi itt Európában azt várjuk el, hogy ő engem irányít, ugye miniszter szolgál. Tehát valami olyasmit várnánk el, és nem az, hogy ő haverom legyen, hanem mondja meg, hogy hogy lehet csökkenteni a rezsit, vagy mit tudom én, mit tudod. Tehát valami pluszt várunk el tőle, és ez a szerephez is neki úgy kell tudni öltözködnie, megjelennie, mert elsőre úgy ítélem meg. Hát ezért, mikor a valakiről rosszul jelenik meg bármelyik politikus, akkor egyből írnak nekem ezren, hogy láttad, hogy néz ki, mert ez szűrik le az emberek elsőnek, és nem azt, amit mondanak, mert ránézek és eldöntöm, és vagy figyelek utána, vagy nem figyelek utána. Egyébként a protokoll változott, tehát mondtad, hogy 99-ben jöttél ki, de hát folyamatosan követett, hiszen könyveket írsz, előadásokat tartasz. A témában változott? A protokoll az nem változhat. Persze jönnek új elemek benne, kállás, hogy lehet-e mobilozni, vagy videókapcsolat van. Tehát nyilván van egy csomó minden, de alapjaiban a protokoll az azért nem változik, mert az viszi át a hátán a kultúrát. Tehát a viselkedés kultúra az változik, az egyértelmű. De ez a protokoll, pláne diplomácia, nemzetközi protokoll diplomácia, az nem változhat, mert pont az a lényege, hogy az mindig átmenti, amit éppen napközben, vagy hétköznap az emberek már másképp csinálnának. És hogy látod a vállalati kultúrát? Te rengeteg cégen keresztül ismerheted az embereket, akik nagy vállalatoknál dolgoznak, és a vezetőiket. Hogyan ítéled meg a hazai vállalati kultúrát? Mivel azokkal találkozom, akik engem meghívnak, eleve pozitívan megyek, mert már kíváncsiak rám, és nagyon-nagyon sok cég, tehát a legkülönbözőbb területről, akár nehézipar, akár vegyipar, bármi informatika, rengeteg céghez azért hívnak meg, mert érzik, hogy jó a termék, és mégse kell el. Ugyanis, hogyha jön az a külföldi, az egy konzervatívabb porosz német, vagy valami, és leülnek tárgyalni, és látja az a másik, hogy a szembe levő magyarnak, hogy fő van téve a lába, az okni meg a nadrág köz ki van a hussikája, akkor csodálkozik. Följebb néz, nincs begombolva az inga nyakkendő, hanem az ilyen kigombolt, letoltgatja. Na, elmegy valaki a folyosón papucsba, azt mondja, itt is laknak? És akkor már olyan rosszul van, mert egy csomó mindent, olyan apróságot látott, amiből neki olyan kép kell, hogy akkor a termék sem lehet jó. Tehát ennek pénzre váltható értéke van, és a vállalatoknál, ahol én megyek, ott egyre inkább ezt megérzik. Mondjuk akiket oda, hogyha kötelezően beültetnek, az nem mindenki örül. Tehát ez mondjuk egyértelmű, hogy nem mindenki fogadja el. De ha nekem ott van 40 ember, és abból már 10 elfogadja, akkor én már győztem. Tehát valamennyit a magot el kell hinteni. Egyébként a vállalati kultúránál nagyon függ, hogy milyen területen. Például média, informatika, az teljesen laza lett. Most laza a divat, laza, mint a rigalánc, mindenki laza. És ez van olyan szakma, amelyik ezt megengedi. Designer, média, informatika, tehát vannak ilyen laza területek. De már egy bank, egy komolyabb termelőcég, ott már nem nagyon lehet laza, mert akkor kifelé hiteltelenné válik. De azt gondolod például, mondjuk beszéljünk arról, hogy biztosítás, vagy banki termékek értékesítése, amikor lehet, hogy ki kell menni kvázi terepre. És hogy előbb szóba hoztad azt, hogy a politikusoktól itt Európában azt várjuk el, hogy fölnézhessünk rájuk, Amerikában inkább egy vagyok közületek. Mondjuk, amikor valaki pénzügyi szolgáltatást kínál, akkor az emberek, akiket megkeres, mit várnak el, hogy fölnézzenek arra, tehát öltönyös, nyakkendős úriembert vagy hölgyet várnak, mennyiben nem nyakkendős hölgyet, vagy azt, hogy egy vagyok közület, tehát értem a te problémádat. Én szerintem, amivel a pénzemet fogom rábízni, egy megbízható, hiteles embert kell látnom. Hát ha nekem, ne adj Isten, oda jönne, mit tudom én, egy térdigérő farmergatyába, pólóba, mert meleg van, akkor nem bíznám rá a pénzemet. Tehát ő neki tudni kell, hogy egy pénzügyi szak, ha az embereket arra kell rávennem, hogy adja oda nekem a pénzét, akkor úgy is kell megjelennem, hogy rám merje bízni. Engem egyszer fölhívott egy broker, hogy adjam oda a pénzemet, és hallom, hogy a kocsiból beszél kihangosítóval a mobilba. Úgyhogy mondtam, hogy ne haragudjon.
én magával nem beszélek, hogyha ennyire nem tisztel meg, mert ugye ez már ugye szokás, de hogyha hogy így nem lehet rábízni valakire, ennyire nem vesz ő engem komolyan. Tehát amikor egy ilyen pénzügyi szakember, bankember, biztosító ember valamire rá akar engem beszélni, akkor neki megbízhatónak kell kinéznie. És ehhez viszont neki kell megtanulni azt, hogy kihez megyek. Tehát, hogy abba a körbe mennyire lemeltek fölé. Egy egyszerű kis vidéki káderkockás házban megy egy idős házaspárhoz, akkor lehet, hogy nem kell nyakkendőt kötni. De még egy pesti értelmiség, ez akkor, vagy lehet, hogy fordítva, nem tudom. De neki tudni kell, hogy kit akar ő meggyőzni, mert ahhoz képest kell neki nyilván megjelennie is, hogy meg olyan szavakat kell választania. Meg amit még tud fölélőnek, amikor olyan nagyon szofisztikáltan ilyen szavakat mond. És az átlagember meg nem érti, hogy mit mondod. Figyelj, az kötvény, meg részvény, mit tudom én, megmarad a pénzem. Tehát milyen szinten kell neki elmondani azt, amire rá akarom őt beszélni. És ez politikában is igaz. Te amikor mész például cégekhez, mi a leggyakoribb kérdés, amit kapsz? A tegezés, magázás egyértelműen. Telefonálás kérdése, mobil használata nagyon sokszor föl, meg is az öltözködés. Hát erre. És amikor elkezdek beszélni, és ugye egész napos témában jönnek, akkor tényleg ez, és akkor rájönnek, hogy mennyivel több minden van ebben. Névegykártya átadása mennyire fontos, hogy a kapott névegykártyával mit csinálok. Sokan föl se tételezik, hogy ennek lehet jelentősége. Egyszer voltam egy cégnél, és a human politikás ilyen PR director a névegykártyámat így így ütögette, és lerakta írással lefele. De ne haragudjon, még nem haltam meg. És úgy elképett, ő nem is sejtette, hogy engem ezzel megsért. Hát az a nevem rajtam, az én vagyok. Hogy az étkezésnél milyen apróságokon múlik, hogy valaki hiteles vagy nem. Hát hallottad már azt, hogy láttad te már enni. Tehát sok minden ott is elmúlt. Tehát a tipikus protokoll, nem, a protokoll, akkor kérdezzük meg, hogy mit vegyünk föl. Ezen az emberek, meg ha ott vagyok, és elvadok, akkor rájönnek, hogy mennyi minden másra is jó, ha figyelnek. Rendőr ezért nem írja föl, de mennyivel könnyebb lesz neki utána sikereket elérni, ha ezeket olyan hitelesen és belső indítatásból használja ezeket az elemeket. Vagy például a késés, hát attól rosszul vagyok. Aki késik, az minden más emberi aljasságra is képes. Tehát időben kell indulni. Mert a késésnél elveszek olyat, amit nem kap vissza az idejét. Tehát olyan nincs, hogy a nő késhet 5 percet. Miért? Menj oda, szakítsál vele, menj haza, el van intézve. Ne? Tehát ez rossz, a késés nagyon rosszul viselem. Előbb mondtad a mobiltelefon használatot, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy arról mit gondolsz, mert gyakorlatilag a mobiltelefon az effektíve a házi mini irodánk, amit viszünk magunkkal, és ha kell, ha nem kell, még kvázi dolgozunk. Egyébként ez, hogy ha kell, ha nem, meg hogy dolgozunk, meg elérhetők vagyunk, ennek van egy határa. Tehát azért, mert céges a mobil, hogyha elmegyek egy színházba, vagy egy fogorvoshoz, akkor kikapcsolom. Tehát kikapcsolható műfaj, mint olyan, de attól még kapunk levegőt. A mobilnál az alap az, hogyha én valakivel beszélgetek, akkor az az első, mert vele van a szemkontaktusom. Ilyenkor a mobil a number two, akkor azt el kell tenni, és nem kitenni ide, és akkor beszélgetek hány óra. Beszélgetek, SMS, mert mihelyett lenézek a telefonomra, abban a percben azt üzenem, hogy te nem vagy fontos. Tehát ezt kell tudni, a mércét, mert én is imádom, nekem is van olyan okos meg minden, de eszembe nem jut olyankor használni, ha beszélgetek valakivel. Olyankor lenémítom, vagy elmegyek, mit tudom én, már este lefekszem, akkor ki lenémítom. Tehát nem kell állandóan, nem kell függővé válni tőle. És sajnos az ember függővé válik előbb-utóbb, mert ugye rengeteg információ minden rajta van, de nem attól lesz valaki jobb szakember, ha állandóan el lehet őt érni. Ahogy régebben mondtam, hát most már nem, de régebben, hogy a nagy embernek titkársága van. De ez a mobil, ez azért a részünké vált, de ne nőjön bele a kezünkbe, hogy megyek be a busz alá, nem kell. És a másik, hogyha föl is veszi, akkor nem, azért már nagy a zaj, nem kell kiabálni, mert az másik engem hall a membrán is. Vannak apróságok, de mondom, a legfontosabb az, hogy a család leül vacsorázni, akkor ne a ketyergéjüket nyomogassák, hanem beszélgessenek. Mert aki ott van, és az élő beszélgetés, amit most már említettünk egyszer, hogy az kopik le azáltal, hogy átmegyek egy ilyen írott üzemmódra. Igen, de akárhogy is nézem, ez is talán a fiataloktól jön, tehát látom a 10-20 éves korosztályt találkoznak, és egyszer csak azt veszem észre, hogy mindenki fogja a saját telefonját, és miközben együtt vannak, fölnéznek egymásra, de közben azért valamit pötyögnek, nem tudom, rámennek a nem tudom micsodára, milyen oldalra. Tehát olyan, mintha egyszerűen tényleg a test részük lenne az a telefon, és ők ezt egymástól nem veszik zokon.
Ez az, hogy nem veszik zokon, bár megjegyzem, én láttam egy olyat, nem is egyszer láttam, hogy söröző hosszú asztal, ott ülnek a srácok, csajok együtt, és akkor asztal végén van egy kosár, abban vannak a mobilok. És aki először fölmeri venni, az fizet. Hát már ők is, csak beforra az agyuk lágya, és rájönnek arra, hogy ezzel a másikat bántom meg, mert az ott éli, nem mehetünk át egy ilyen Harare jövőképbe, hogy csak a gép lesz velünk. Nekünk, tudod, és ez a Harari, ez igen. A Igen, hogy a jövőkép, ugye a gépek irányítanak bennünket, nem volna szabad engedni. Tehát az emberi kapcsolatokat nem volna szabad áttenni egy ilyen csak gépi kapcsolatra. Hogy lehet megőrizni az emberi kapcsolatokat? Mert nagyon sok olyan tanulmányt olvasok, ahol azt mondják, hogy mekkora értéke lesz az emberi kapcsolatoknak. De ha most megnézem azt, hogy bármilyen ügyet el akarok intézni, akkor az ügyfélszolgálathoz most már telefonon nem nagyon lehet bejutni, csak e-mailben vagy chatboxsal, és akkor egy nem tudom kicsodával próbálok telefonon úgy értekezni, hogy kvázi SMS-t írogatok a cseten keresztül, és ilyen bődületes, őrületes válaszokat kapok, és nem tudok 5-ről a 6-ra jutni, de mintha ez lenne az általános, mert egyre kevesebb az az ember, akit 6-ra lehet fogni. Én azt csinálom, hogy a ilyen, mit tudom én, föl kell valamilyen szolgáltatást hívni, és akkor ezt nyomjam meg, azt nyomjam meg, ha nem, akkor a központos vagy. Na, akkor azt nyomom meg, hogy legalább halljam a hangját. És a másik, hogy azért arra figyelnek, legalábbis abeket én ismerek, hogy amikor már ügyintézőhöz kerülsz, ő azzal kezdi, hogy fölveszi és bemutatkozik. És én visszakezdem, hogy jól értettem a nevét, Ilona, igen. Ilona, azért keresem, hogy, és akkor mivel rákérdeztem vissza a nevére, meg be is mondtam neki a nevét, biztos, hogy elintézi, amiben én kértem. De az embernek manipulálni kell tudni pont azért, mert ez hiányzik, és ezt megadom, akkor azt már értékelik. Egyébként pedig az elgép, hát hány ezer kabarét réfa van, hogy mindent a gépek intéznek, harcolni kéne ellene, mert a normál józan ember is ezt kívánná. Nem hiszem, hogy egy falusi kocsmába eljutunk odáig, hogy gép adja ki azt a fél rumot neki. Tehát biztos, hogy az emberi kapcsolatunknak megmarad az értéke. Meg ugye a normális beszélgetések. Meg hogy összeülnek kártyázni, vagy beszélgetni, mennyire ritkaság. Már nem is nagyon van. Az emberek elszoktak attól, hogy beszélgessenek, és ha mégis alakul egy ilyen baráti társaság, akik találkozgatnak, tényleg az ember úgy vágyik rá, hogy de jó nekik. Mert ez a normális. De azért ennek még az is ellene hat, hogy a Covid-nak köszönhetően nagyon elterjedt a home office. Tehát effektíve már a munkahelyeken sincs meg az a fajta közösségi lét, hogy bemész, és akkor a konyhában találkozol a többiekkel is együtt kávészok. Maximum hetente egyszer, most már nem egy, nem két, nem három cég, ahova járok tréningeket tartani. Azt látom, hogy lézengenek a hatalmas irodaházakban az emberek, mert hogy teljesen elfogadottá vált, hogy otthonról dolgozom, és nagy ritkán bemegyünk. Hát ez is távolít egymástól, nem? Sajnos igen, hát ez egyrészt a Covid, másrészt meg, hogy a Covid karanténban megvolt a technikai lehetőség, hogy mégis dolgozzunk, ez a home office dolog. Ebből a szempontból nagyon hasznos. De valóban a személyi kapcsolatok olcsóvá tételében sajnos tényleg belejátszik. Normális cég azt csinálja, hogy hetente egyszer összeülnek, vagy mit tudom, egyik ismerősömnél informatikai cége van, ő havonta egyszer elmennek két napra egy szállodába kirándulni, tehát hogy a közösséget mégis megőrizze, hiszen akkor tudok home office-ból intenzíven dolgozni, ha ismerem a másikat. Tehát az együtt dolgozáshoz kell az, hogy tudjam, hogy szereti vakargatni a fülét, vagy bármi ilyesmit. Valóban a technológia odavisz, hát a Harari, odavisz, hogy minél inkább a gépek csinálják meg helyettem, minél inkább arra bízom magam, de én bízom, hogy amíg könyvet olvas egy ember, addig biztos, hogy vágyik arra, hogy valakivel beszélgessen is. De ezt hogy lehet egyébként tanítani, mert mondtad, hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van. Ugye azt látjuk, hogy a globalizált világban már teljesen természetes, hogy az egyik kollégám Amerikában van, mondjuk az Egyesült Államokban, a másik nem tudom, Londonban ül, a harmadik Franciaországban is, projektekben, projektteamként nekünk együtt kell dolgozni, fizikailag egyébként mindenki akár a saját otthonában, akár a saját irodájában van. Hát ez nagyon nehéz, hogy ilyen pszichológiai kérdés. Én inkább azt javasolnám, hogyha tényleg, mit tudom én, hetente kell vele beszélnem, vagy naponta többször, tehát bármit, hogy akkor próbálok egy kicsit, hogy gyerekekkel mi van, látom a szobát átfestette, tehát valami olyan privátot vinni bele, amitől ő elmosolyodik.
Tehát ami már őről szól. Egyébként ez egy varázs, egyébként ezt nagyon sok, ezt is tanítom, hogy ha másikat meg akarom nyitni, akkor hagyni kell, hogy ő beszéljen magáról. Tehát egy ilyen videó kapcsolatban is, hogyha előtte meg van egy ilyen pici kis privát is benne, akkor szerintem a munka is jobban halad. És igenis el kell várni, mit tudom én, csinál egy főnök egy videokonferenciát, hogy akkor lássak mindenkit. Nem az, hogy nincsen erő, gyenge a wifi, kapcsolom a kamerát, mert akkor azt hiszem, hogy elment más csinálni. Igenis lássak mindenkit, hogy hogy reagálnak. Egy jó főnök egy videokonferencián nézi, és hogyha valaki így csinál, na neked mi a véleményed, rá visszahozza őt. Tehát a kommunikációval segíthet, ha én odafigyelek rá. Miért elkezdtük ezt a beszélgetést, említetted, hogy egy étterembe elhívott téged a tulajdonos, hogy a felszolgálóknak tarts egy kis továbbképzést. Járod az országot, rengeteg étterembe jársz nyilván. Úgy érzed, hogy van erre igény? Tehát, hogy muszáj ezt csinálni? Igen, muszáj. Egyébként bárhova jönnek, most mondjam az étterem, de egyébként szálloda, wellness, hát vannak ilyen előadásaim is. Aki emberekkel bánik, annak tudnia kell, hogy nem az a lényeg, hogy neki fáj-e a lába, hanem az, hogy az ő munkája az, hogy ő kiszolgál. És ez neki vállalnia kell, hogy ő szolgáltat. Mert mihelyt az emberi büszkeség, hogy kit érdekel, akkor menjen máshova dolgozni. Tehát a hozzáállás kérdése, a pozitív hozzáállás. Ugye a pincér, egy idősebb pincér, az már tudja, hogy csókolom és ízés, és kedves, és nem dumál, csak hogyha megkérdezem. A pincér, vagy a felszolgáló meg dumál. Tehát, hogy mennyire szabad az emberekkel, meg hogy a szemkontaktus. Ugye a kis kezdő felszolgáló áll, hát ha nem akar senki semmit, oda nem nézni. Rá kell nézni vendégekre is, tehát ezeket tanítani kell. Mert ezeket sajnos nem tanulják meg. De mondom, nagyon sok ilyen szűk kis terület van, aminek külön persze mindig rá kell készülnem, mert én sem értek mindenhez. De amikor valami olyan spéci területre megyek, akkor azt nyilván, mit tudom én, egy orvoslátogató gyógyszer gyárja dolgozó, hogy az orvoshoz hogy menjen be. Tehát vannak, amiket úgy külön-külön hozzá dolgozom, de az alapszituáció az, hogy igenis pozitívan állj hozzá az egészhez. Nagyon érdekelnek a személyes benyomásaid, mert ahogy beszéltünk róla, te nagyon sok céget, nagyon sok kiparágat most már belülről ismersz azáltal, hogy tréningeket, kurzusokat, előadásokat tartasz. Hogy látod, mennyire tudnak a vezetők elvárásokat megfogalmazni akkor, amikor nem lehet úgy újságot elolvasni, nem lehet úgy híreket látni, hallgatni, hogy ne az legyen a fő mondat, hogy nincs elég ember? Igen. Hát, ha ezt meg tudnám fejteni, akkor azt hiszem, hogy én lennék a Bill Gates. Én azt tudom mondani, hogy egy jó vezető, ha törődik az embereivel, és odafigyel rájuk, akkor annak híre megy, és akkor könnyebben kap plusz embert. Például van egy nagyon-nagyon jó gimnázium Cinkotán, ahol rendszeresen minden évben meghívnak az érettségizőknek egy ilyen kis előadást tartani. Oda például most elment nyugdíjba egy matematika-fizika szakos kolléganő, és hogy kéne helyette. És oda hívtak egy gyakornokot, aki most végez, és egyből ott maradt, mert érezte a légkörön, hogy ott jó lenni. Tehát akkor tudok én munkaerőt megtartani, meg fölvenni, hogyha az a hír, hogy ez egy jó cég, törődnek az emberekkel, normális a konyha, a főnök nem direktben akkor szúr le, csak hogyha tényleg rászolgáltál. Tehát a hírem, hogy jó a vezető, akkor oda mennek az emberek. Tehát a legkönnyebb az, hogy hát majd veszek föl másikat. Megtartani kell. Tehát elküldeni, mint a külügyminiszterünk csinálja, egy percenként küld el embereket, azzal azt érje el, hogy az ő munkája lesz kevésbé hatékony, mert nem egy olyan szakembere van, aki majd neki segít, hanem aki mindig arrébb megy. Tehát egy jó vezetőnek tudni kell az embereket megtartani, és úgy irányítani, kiadni a munkát, és utána egyszer rákérdezni, és a végén számon kérni. Tehát egyik az, aki állandóan nézi, hogy na hol tartasz, másokkal az embernek lángol az agya, a másik, amelyik nem törődik vele. Tehát törődni az emberekkel, ember együtt élésben, szeretni a munkatársakat. Ha valakinek egyébként ez nem a sajátja, az érzelmi intelligenciát bizonyos szintig persze lehet fejleszteni, de akkor mit javasolsz a vezetőknek, hogy hogyan tudják azt éreztetni, hogy ők törődnek, hogy ő nekik tényleg fontos, hogy motiváljanak, hogy ő nekik tényleg fontos az, hogy legyenek elvárások, legyen számonkérés, de ugyanakkor legyen elismerés is. Hát nem tudom, az egy másik szakma, azt hiszem, hogy ezt nem én azt mondom, hogy az én meggyőződésem, hogy az utolsó bármilyen tudás, szakma, bármit, ha nézek, a legutolsó dolog az
érzelmi függőség. Ha én érzelmileg tudom befolyásolni a dolgozóimat, akkor a többi is magától megy. Ha szeretjük a főnököt, akkor megcsináljuk neki. Ha nem, akkor meg nem. Tehát az ember az valahol érzelmi alapon dönti el, és hogy ezt megtanítani embereknek, hogy hogy legyél te, hogy mutasd ki azt, hogy nyugodtan függhet tőled, mert te törődsz vele, ezt nem tudom, hogy lehet megtanítani. Mi az, amire azt gondolod, hogy te tanítottál meg vezetőnek, és láttad, és ő is érezte azt, hogy ez a cégében valós változást eredményezett? Sajnos ilyen feedbackem nincsen. Tehát én nem tudom. A visszajelzések az azok, hogy megköszönik, vagy köszönik, mert ez nagyon jó, ezt most épp ezt használtam. Tehát vannak visszajelzések, de olyanok, hogy mennyire volt hatása arra a cégre az eladásom, ilyen feedbackem nincsen sajnos. De én bízom benne, hogy hát csak lett, hát ha ott voltam egy napot, hát csak valamit tudnak vele. Mert most mondom, főleg az a csatás, hogy rákérdeznek. Például volt olyan egy nagyon-nagyon-nagyon nagy cég vezetője, aki négy szem közre hívott be, hogy ő majd egy, mit tudom én, milyen kamarában lesz tisztségviselő, és hogy akkor ott neki mit kell, hogy kell csinálni. És ő nekem visszaért utána, hogy nagyon köszöni, mert nagyon sokat tudott használni belőle, de ez a fehér holló, tehát ezt nagyon, nem nagyon tudom lemérni sajnos. De bízom. És mi az, amit te tanultál? Mert te egy teljesen más területről csöppentél bele a vállalatok világába, és látsz rengeteg céges kultúrát, látsz rengeteg vezetőt, látsz rengeteg munkatársat. Mi az az élmény, ami a leginkább megragad benned, hogy így erre rácsodálkoztál, hogy jé? Hát azért jó pár van, de ezek ilyen egész apróságok. Mit tudom én, hogy megjelenik, és akkor a vezető megjelenik, mit tudom én, piros sportcipőbe az öltönyéhez, meg vagy mit tudom én, belebóbiskol. És akkor az azért rossz nekem, mert hát én aztán végképp nem bírom elviselni, de hogy mennyire fáradt. Tehát nyilván ilyen emberi gyengeségeket szoktam általában észrevenni. Az, hogy a cégeknél a érdekes módon a fegyelem, az, ami nagyon érdekes, hogy mennyire jellemző, hogy ki a tulajdonos, milyen országból van itt az a tulajdonosa, hogy laza vagy nem laza, mennyire fegyelem, egy beengedési rendszer, már hogy néz ki, egy parkolási rendszer, hogy ott folyosón kísérnek, nem kísérnek, hogy a belső fegyelem az mennyire érdekesen alakul akkor, hogyha más a tulajdonos. Ez ennyire észrevehető? Abszolút, tehát, hogy meg tudod nagyjából mondani, hogy... Hogy ez biztos német, szóval az emberből az is fölmerül. Vagy Japán, azok még a legnagyon-nagyon-nagyon fegyelmezettek. Japán, Korea, német, azok ilyen, ott nincsen itt elbóbiska, elmegy a WC-be kísérő nélkül, hogy jön ez ki. Szóval vannak ilyen. Tehát inkább ez, ami mondjuk érdekes, hogy a külföldi tulajdonos, meg a külföldi cég szemlélete, hogy megy bele a magyarokba. Ez nagyon érdekes, mert hogyha az a cég egy kőkemény, porosz cég, akkor ott a munkatársak is tudják, hogy itt akkor nincsen késés, meg nincs mellébeszélés, és nagyon fegyelmezettek. Ha meg egy lazább skandináv, akkor meg a munkatársak is úgy lazábban. Tehát mennyire hat vissza az, hogy milyen kultúrát hoz az a tulajdonos például egy céghez. Milyen érdekes lenne azt megnézni, hogy ez a fajta kultúra, az hogyan hat egyébként az eredményekre, hogy hol jönnek jobb eredmények, hogy hol tudnak jobban adaptálódni azokhoz a rendszerekhez, amelyek így beszivárognak. Hát nézd be, ezek a székek azért már valakik voltak, mielőtt ide jöttek volna is, nyilván kipróbálták, tehát feltehetően azt várják el itt is. Ibolya, hogyha felajánlanák neked, hogy menj vissza protokollosnak a megmarkoltad ezt még? Nem. Soha többet? Soha több. Ez már egész más világ. Hát ezzel én már nem tudnék mit kezdeni. Amikor ennyire negligálják, ennyire semmibe veszik, ennyire megalázzák a protokollt, ott én nekem már nincs helyem. Tehát ezen már nem tudsz változtatni. És tulajdonképpen nagyon jót tettek velem, hogy annak idején elküldtek, mert lehet, hogy én már régen infarktust kaptam volna. Tehát ezt a szintet én már nem tudnám jóvá, nem tudnám visszajavítani. Meg lehet, hogy nem is kell már nekik ez, mert elhiszik, hogy így a jó. Hát ez a politika, vagy ez a diplomácia, de hát ez a kérdés az emberek szempontjából mi lenne a jó, tehát hát lehetne valamit reformálni. Én azt látom, hogy az átlagember még mindig kívánja azt, hogy rendben legyen, protokoll szerint menjenek a dolgok, mert ha nem, akkor észreveszi. Az átlagember tudja, csak ők azt hiszik ott fönn, hogy nekik ezzel már nem kell foglalkozni. Hát a legszörnyűbb példa, és most tényleg nem a személyeskedés, de mit tudom, a külügyminiszternek elben a diplomácia fejének kéne lenni, de hát ő azzal nem foglalkozik, ő külgazdasági inkább, így mondanám.
elmegy egy távoli országba, és valahol a repülőgép leszáll, hogy megtankoljon. És akkor ő ott kiszáll. És ott a kici, ilyen pici kis országnak a államfője, kormányfője kimegy várni a magyar külügyminisztert. És ő meg lejön Farmer Pulcsiba. És ott meg várják öltön nyakkendő, leülnek tárgyalni, elegáns tárgyalóasztal, minden, ő meg ott a Pulcsiába, Farmerébe. Merül csak ide, minden csak tankol megy tovább. Ezzel meg, érzed, hogy mennyire megbántja azt a fogadó országot. Vagy ne szálljon ki a gépből, vagy közölje, hogy ő nem akar találkozni, és hogy csak téppel ott kicsit el van. De ha tudja, hogy őt fogadják, akkor ő nem teheti meg azt, hogy abban, amiben ő a gépen feküdt, az a jön ki, mert már ezzel megalázza a fogadó országot. És ezt nincs, aki megmondja neki. Te követsz mindent egyébként? Tehát, hogy nem híradó tudtál... szinten, meg néha az interneten, de általában napközben ritkán nézek híreket, mert nem akarok mindjárt elkeseredni, csak estére tartogatom ezt az híradókra, és olyankor, ha látok valamit, utána nézek, és meg különböző forrásokból ráerősítek, hogy tényleg jól láttam, mert nem létezik, de tényleg. Így foglalkozom vele, nem tudok elszakadni tőle. Világviszonylatban ki az szerinted, aki protokoll szempontból tényleg azt hozza, amire azt gondolt, hogy szükség van azon a szinten. Most, ha én ezt kimondom, ott az összes hallgatód ott fog hagyatfáglódni, és protokoll szempontból a legtökéletesebb az a Putyin. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Most, most már legalább érzik az emberek, hogy nem politikáról beszélek, hanem a protokollról beszélek. Hogy ő úgy tud végigmenni ezen a vörös szőnyegen, mint egy álom. Hogy ő úgy ül le, hogy ki milyen távol ül, hova tesz, mit tesz. Annyira tudja a protokollt, mint nagyon kevés más. Hát mondjuk Erzsébet Grányot nyilván nem hozom föl példának, mert neki ez már az életvitele. De a szerepének a komolyan vétele, hogy komolyan vesz ezt a szerepét, az a protokoll kell hozzá. Milyen kár, hogy egyébként a protokollja az annyira jó azt, amit meg hozzá társít cselekedetben, az meg a másik, hogy mire használja föl, az meg a másik, de hogy ebben nem lehet belekötni, az biztos, de minden másba. Maradjunk ennyibe. Örülök, hogy itt voltál, és nagyon azt szépen köszönöm. Azt nem mondta, hogy vége van. Hát képzeld el. Sajnálom. Nagyon örülök, hogy meghívtál. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.